Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy szerelmi jóslás. Mit, hogyan gondol veled kapcsolatban? Mik a tervei? Hogy érzi magát? Mit fog tenni az ő következő lépése? Az is nagyon fontos. És hogy viszonyulj hozzá? Mindezt megnézzük ennél a szerelmi jóslásnál. Az első képen ez a medve látható. Ez a medve szimbolizálja a te erődet, az ő erejét, az is lehet, hogy te adsz életerőt számára, vagy fordítva ő segít neked. Ez a medve lehet egy személy is, akinek szava van, aki döntéseket hoz, lehet a főnöke, esetleg az apukája is. Itt ez a fa szimbolizálja a természetet. Ez lehet egy erdő is. És ez a természet ad életerőt számotokra. A fa nyújtja a biztonság erejét, ahol le lehet gyökerezni, és ha elérted a céljaidat, megtaláltad a helyedet az életben, akkor erős vagy, ez is ad erőt számodra. Ez az erő lehet egy belső erő is, a te hited. És az segít neked, hogy le tudsz gyökerezni. De azért légy kicsit türelmes, mert mint ahogy a fánál is időre van szükség, amíg gyümölcsözik, nálad is még időre van szükség, amíg megtaláltad a helyedet az életben, ahol legyökerezhetsz. Persze a képek utalhatnak az ő helyzetére is. Itt ez a park jelenti a nyilvánosságot és az elismeréseket is. Fontos számodra is, fontos számára is, hogy mások észre vegyenek benneteket, hogy meglegyen az elismerés. Ez is erőt ad. Itt látható egy kapu, és vártok arra, hogy kinyíljon ez a kapu, és be tudjatok lépni ebbe a gyönyörű parkba, ahol minden kivirágzik. Ezek a lehetőségek. Visszatérve még a fára, ennek van gyógyító ereje is, sőt utalhat egy területre, és ez lehet a hivatás, ahol gyógyító erőről van szó, egészségügyi témákról. Itt a korbács mindazt jelenti, ami fáj. Az lehet, hogy valaki megbántott téged, vagy vannak fájdalmak, ez lehet fizikai fájdalom, vagy lehet lelki dolog is. Itt lesz a gyógyító erő, hiszen segít abban, hogy elmúljon ez a fájdalom. Lehet, hogy nem téged érint személyesen, hanem őt, vagy valakit a családban, akkor bízhatsz abban, itt van az életerő, lesz gyógyulás, a fájdalom elmúlik. Nem csak arról van szó, hogy a gyógyító erő itt van, és elmúlnak a fájdalmak,
hanem itt van egy jövő. Mint ahogy itt a kapu jelentheti azt, hogy kinyílik ez a kapu, nyílik egy új lehetőség, belépsz ebbe a gyönyörű kertbe, és itt is látható a jövő, hogy az élet utad más irányba fog terelődni, és itt kivirágzik valami, lesz egy szép jövő. Sőt, az is lehet, hogy vele együtt. Itt látható a levegő, hiszen a madarak a levegő elemét szimbolizálják, tehát meg lesz a könnyűség, lesz kommunikáció, lesznek változások. Itt a hegy jelentheti ugyan a problémákat is. De én nem érzem azt, ha a többi kártyát tekintem, hogy itt gondokról lesz szó, hanem inkább úgy mondanám, ti elkerülitek a problémákat. Vagy nem figyeltek oda rá, vagy nem olyan fontos, vagy megvan a bizalom, más irányba tekintetek, mint például ezt az utat nézitek, és akkor elkerülitek a gondokat, a kihívásokat. Itt lesz mozgás, különösen az ő részéről, hiszen ez a férfi közeledik hozzád, találkozni akar veled, beszélni akar veled, ez a kártya utal a kommunikációra is. Ez a kártya jelent mindent, ami mozog. Ez lehet sport, vagy autó, vagy egy kiruccanás, vagy változások. Nem lesz unalmas most az élet. Ez a kereszt jelentheti a hitedet, de a sors utatokat is, hiszen a sors utatok kereszteződik. Azon kívül jelent döntéseket, mert odaérkeztek a sors utatokon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkoztok azon, hogyan tovább, milyen irányba. Különösen, ami ezt a férfit illeti, hiszen a kereszt ő mellette van. Ez a döntés eltarthat nyárig. Vagy lehet itt egy kiruccanás, vagy egy utazás déli irányba, és ő dönteni fog, találkozni fogtok, hiszen a sors utatok kereszteződik. Itt a medve jelenti az élet erőt, a hitet. Itt lesz gyógyító erő. Kinyílik egy ajtó számotokra, ami lehetőségeket jelent. A múltban voltak fájdalmak, de ez elmúlik, hiszen itt van a gyógyulás. A jövő itt látható, a nap megvilágítja ezt az élet utat, ahol mindenki virágzik. Lesznek sorsdöntő kapcsolatok, amikor a sors utak kereszteződnek, vagy sorsdöntő változások, lesz egy új irány. Ebbe az irányba halad minden. Ez a kép jelentheti a lelki társadat is, aki mozgásba jön, közeledik hozzád. Itt voltak problémák, de ezúttal ügyesen intézitek a dolgokat, hiszen elkerülitek az úton ezt a hegyet. Nem fogtok foglalkozni a problémákkal. Itt látható a könnyűség, és ez a kép jelenti a kommunikációt kettőtök között. És ez volt a szerelmi jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!